Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Ahogy ígértem a tegnapi videóban, ami egyébként az egyik legjobb bejutási módot mutatja be a Caio Perico fináléban, I betű jobb felül, micsoda promo, wow! Na szóval abban a videóban ígértem, hogy ma megmutatom, hogyan kell hard módban indítani a Caio Perico heist fináléját, nem lesz nehéz nyugi, alapvetően annyi a lényeg, hogy amikor sikeresen teljesítetek egy Caio Perico heistot, utána 48 percen belül, való életbeli 48 perc, ez fontos, tehát nem játékban, hanem IRL 48 percen belül kell elindítani egy újabbat. Itt egy konkrét példa rá, végeztem ezzel a fináléval a tegnapi live-ban, majd vártam néhány percet, amíg Pavel ismét keresett, hiszen csak így lehet elindítani újra magát a heistot. És utána visszamentem a Kosatkába, és elindítottam, a hard mode pedig már aktiválódott is, tehát igazából ennyire egyszerű az egész. Az egyetlen dolog, amire oda kell figyelni, hogy 48 perc alatt indítsátok újra, mert hogyha nem, akkor simán fogja indítani, nem hard módban. A hard módnak egyébként az előnye az az, hogy egyrészt 100 000 dollárral többet ad az Elite Challengerért, illetve hát többet fizet a fő targetokért is, tehát érdemes megcsinálni ezt a kis trükköt, és elindítani időben, hiszen maga a heist szinte semmivel sem nehezebb, legalábbis nem érezhetően, de a kifizetéseknél szépen észrevehető a javulás. A mai videó ennyi lett volna, ne felejtsetek el feliratkozni, hogyha nem akartok lemaradni a további útmutatókról GTA Online-on belül. Este találkozunk egy streamben, addig is jó játékot mindenkinek, én Dani voltam, sziasztok!